híd mellette Micska, Micska borja. Galant vágyott gyerek volt a Micska, Micska borja. El volt, mint a beföld, de ütött az óra, és elment a mi Micskánk világexpedícióra. A világexpedíció az jó! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Remélem, hogy egy olyan beszélgetést folytatunk, ami felhívja a szülők figyelmét, egy olyan mesekönyv iránt, ami talán nem is mesekönyv. A Micska borjú egy magyar kis szürke boci, aki Hortobágyról, a kilencjukú híd mellől elindul, és világot akar látni, és fog is látni. És elkíséri őt a szeretett kis barátnője, a Mariska, és a fehér pulikutya, meg a fekete pulikutya, akit úgy hívnak, hogy Hipp és Hopp. Hogy mennyire nem csak mesekönyv, eredetileg ez egy mesefilm sorozatként indult, és rajzfilm sorozatként kezdtük el a gyártását, de úgy éreztük, hogy ebből egy kézzelfogható 21. században igen már sajnos egy kicsit kimúló stílust, magyarán a materiális könyvet is vissza kell hozni, hogy a gyerekek, illetve a gyerekeket nevelő szülőknek legyen a kezükben egy mesekönyv, így lett belőle mesekönyv sorozat is. Úgy oldottuk meg, hogy a gyerekek, illetve a gyerekeket nevelő szülők érezzék azt, hogy ezt a mesekönyvet meg kell venni materiálisan is, hogy kézzel fogható legyen, és hogy a gyerekek gyűjtsék, vagy a szülők gyűjtsék a gyerekeknek a polcokon. Erre azt találtuk ki, hogy minden egyes mesekönyvet egyedi sorszámmal látunk el. Egészen pontosan úgy kezdjük, hogy H01 00001. A H azt jelenti, hogy egyes, hogy magyar nyelvű, egyes kötet, és hogy az egyes sorszám. M plázában, ami a Miskának a plázája, webáruházban természetesen, ott megrendeli, akkor egy egyedi sorszám alapján mi nyilván tartjuk őt, és minden egyes vevő fél évente egy sorsoláson vesz részt. Tehát egy kicsit ösztönözzük őket, hogy ha másért nem, már azért is jó gyűjteni a könyveket, mert most ugyan még nem érted a lényegét, hogy a polcodon ott legyen, de fogsz vele nyerni, fogsz vele különböző ajándékokat kapni a Micska borjútól. Kénytelenek voltunk létrehozni ezt a mai kor értékesítési módját. Egyrészt, mert a legjobban terjed, másrészt, hogyha a könyváruházakban a különböző kereskedők útján kerül ki a vevőkhöz, nagyon sokba fog kerülni. És hogy ezért, hogy a lehető legolcsóbban jusson el a vevőkhöz, ezért kénytelenek voltunk ezt a, ami egyébként ma már nagyon divatos megoldási módszert választani, hogy az M plázában megrendelhető. Természetesen itt nagyon lényeges, hogy magyar gyerek magyar nyelven kapja meg, mondjuk egy orosz gyerek orosz nyelven, és jelenleg most is azt mondhatom, hogy a már elkészített epizódok, azok magyar, angol, német és portugál nyelven már a fordítások elkészült. A Micska borjúval közel 1 milliárd ember tudunk elérni. 1998-ban volt egy olyan esemény az életemben, ami meghatározó volt. Gyakorlatilag egy közúti autóbalesetben egy olyan betegség derült ki rólam, ami ha mondhatjuk úgy is, hogy nagyon egyszerűen, ha ez az autóbaleset nincs, akkor maximum nekem még lett volna 6 hónap esélyem e földi életbe. De hát a sors, meg hát az égiek úgy irányították, hogy ennek a balesetnek meg kellett történnie, hogy az emberek, az orvosok tudják érzékelni, hogy mi az, ami bennem van. És miután én ezzel szembesültem nagyon-nagyon fiatalon, akkor
én úgy idézőjelbe kötöttem egy idézőjelbe ténylegesen kötöttem egy szövetséget a Jóistennel, és azt mondtam, hogy atyám, ha megtartasz, akkor én csak azt fogom tenni az elkövetkezendő életembe, ami mindenkinek jó lesz. És innen írtam le azt a szót, hogy mindenki. És tényleg nem akarom azt mondani, hogy én találtam ki, hanem egyszerűen jött, hogy az embereket rá kell ébreszteni arra, hogy újra beszélgessenek. És ahogy beszélgetnek egymással, valójában meg fogják ismerni egymást. Az ötlet gazdája én vagyok, de azt le kell szögeznem, hogy ötletként megálmodni sem volt könnyű, de hogy ezt kivitelezni, ezt még keményebb munka, viszont nagyon-nagyon sok kollégámnak, magyar embereknek, magyar szakembereknek köszönhető az, hogy egyáltalán a Miskaborjú elindult, és a Miskaborjú már kézzelfogható, úgyhogy hát én egy kicsi része vagyok, a pálmát nem akarom elvinni egyedül, mert nagyon sokan ott kell, hogy álljanak mellettem, akiknek ezúton is köszönetet mondok. Misival nagyon régóta ismerünk, és nemrég leültünk az irodába, és elmesélte nekem Miskaborjú sztori. És nyilván nem erről szólt csak kizárólag a mesefilm sorozat, hanem hogy üzenni akartunk az egész világ, hogy létezik Miskaborjú. Nyilván természetesen azt hiszem, hogy igen, lehet mondani, hogy a gyerekről van szó, de szerintem meg jó üzenet, meg a felnőttek is. Szóval oda ki kell figyelni ennek az egész sorozat. Hát a reklám arcról születe, hogy pontosan én olasz származású vagyok. Annak a cég koncepción az pontosan, hogy világ meg Olaszország is legyen reklámozva, legyen sikeres meg mindenhol, és akkor nem volt jobban lehetőség, mint a Misi felajánlotta nekem, hogy legyen én a reklamárcó. Én elfogadtam. Aludhattok most kivételesen bent a házban. Köszönöm, nem. Mi szilajtartáshoz szoktunk. Ez a világról szól, ez nem rólunk szól. Ugyan tőlünk indul el, és a szereplőink azok a mi szereplőink, viszont utána bejön a világ összes országnak az összes figurája, jelentős figurák, minden országnál azok, amik szinte emblematikusan azt sugallják, ami az országnak a lelkülete, a szelleme, és ez nagyon fontos. Tehát emiatt azt gondolom, hogy ez nem Magyarországon lesz csak sikere, hanem bárhol a világon, ahol a világ elindul és megy, ott mindenütt alig várják már, hogy találkozzanak az újabb kalandjaival ezeknek a figuráknak. Nos, hát így indítottam el a világexpedíciót, amely jelen pillanatban már számos országban megjelent, és ezében újra folytatjuk. A mai rohanó világban mennyire van erre igény? Független attól, hogy hány országban jártunk, tehát független attól, hogy ki milyen nyelven beszél, hogy a szülők, amikor levetítették, vagy megvették a terméket, akkor a szülők is egyetértettek azzal, hogy ez a mesesorozat, ami úgy készült el, és úgy fog elkészülni a következő időszakban, hát most mi tervezünk még 30-40-50 évre, hogy erőszakmentes legyen, és az egyik ember segítse a másikat. Természetesen mi a rajzfilm sorozatban ezt az állatokkal játsszuk el, hogy az egyik állat segíti a másikat. Minden beteg állatnak, minden ország címer állatának van egy kívánsága, amelyet ő valójában nem tudta megélni, hiszen nem tudta ezt a kívánságot neki senki teljesíteni. De jön Miskaborjú, a magyar szürke boci, aki bejárja az egész világot, és ezt a kívánságát teljesíti, természetesen nem egyedül, hanem a többi állatfigurákkal, többi állatokkal együtt mindent elkövetnek, hogy az adott országban lévő állatnak a kívánsága teljesüljön. Itt legyen, úgy
fiam, ez nem akármilyen gulyásbot, ez egy varázsbot. Jé, világutazó rajzfilmhős lettem! Mint gyakorló nagypapa, bele tudom élni magam a unokákkal, a kicsikkel szoktam nézni a rajzfilmeket. Tehát biztos, hogy ez az ő nyelvükön van megfogalmazva, és eljut hozzájuk az üzenet, hogy máshol is élnek emberek, gyerekek, és jó egymásra nézni, és egymásra tényleg elbeszélgetni, párbeszédet folytatni. Bízom benne, hogy azt az igét, azokat az igéket, amelyeket ez hirdet, az elég sok embernek a fülébe fog jutni. Elsősorban gyerekeknek, hiszen ők a jövő nemzedéke, ők azok, akik 5-10-20 év múlva a világot fogják irányítani, és azért gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ilyen történeteket láthassanak a televízióban. És a gyerekeket tanítjuk meg arra, hogy az isteni világ, isteni világban te egy csepp vagy ugyan, de ez a csepp, ez nagyon fontos csepp, viszont neked ennek a cseppnek úgy kell viselkedni, hogy beletartozol egy tengerbe, mert ez a tenger, ez nagyon fontos mindenkinek. Nem csinálunk más, mint gyerekeknek gyereknyelven, de erőszakmentesen mutatjuk be a világot. És most teljesen mindegy, hogy melyik országban élő gyerekekről beszélünk, és arról is az is teljesen mindegy, hogy melyik országot mutatjuk be, melyik gyerekeknek. Az emberek teljesen mindegy, hogy hol laknak a Földön, figyeljenek oda, azaz, hogy fedezzék fel újra egymást. A második, hogy fogadják el egymást. Olyannak, amilyennek a teremtő teremtette. Senki ne akarjon az egyikből másfajtát csinálni. A harmadik, hogy minden ember egyenlő, egyforma. A negyedik, hogy lehetőleg az emberek szeressék egymást, és ne gyűlölködjenek egymás iránt. Természetesen nem azt jelenti, hogy kimegyünk az utcára, és minden szemben jövőnek a nyakába borulunk, és mindenkinek két puszit adunk. Nem kell. Egyszerűen csak annyira szeressük a másik embertársunkat, hogy ne akarjuk, nem gyűlölködjünk, és nem akarjuk őt megölni. És az ötödik, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy az ember emberek között fennálló és a jövőben bekövetkező konfliktusokat, vitáikat párbeszéd útján, beszélgetéssel oldják fel, nem pedig erőszakkal, háborúval, fegyverkezéssel, főleg egymás leülésével vagy egymás leigázásával. Volt már elég időt körülnézni a világban? Pedig számtalan dolog vár rád, hogy felfedezd. Hogy felfedezzük egymás sokszínűségét. Nincs értelme egymást bántani. Mert könnyen egyedül maradhatunk. Ne légy des! Merj fejest ugrani az életbe! Akármely éves is legyél. Együtt könnyebb és vidámabb az élet. A jövő rajta is megy. Miskaborjú ugyanezért megy, megy országról országra, bejárja az egész földet, minden országból, illetve minden ország részekből csapódnak hozzájuk a barátaik, amelyeket mi nem barátoknak hívunk, hanem Miska pajtásainak, és ezek a pajtásaikkal ő emberbaráti módon beszélget, ha kell, és ha szükség van rá, akkor segít rajtuk, ha nem, akkor elfogadja a vendéglátást, és azt a vendéglátást, amelyet kapott, azt tisztelettel megköszöni, és indul tovább az útjára. Mesésen adjuk elő, illetve mutatjuk be, vagy agresszió ellenességet
így mutatjuk be a gyerekeknek, meg a jövő nemzedéknek, hiszen ezek a gyerekek, amikor majd felnőnek, hát ők fogják majd irányítani a hatóságokat, az országokat, rájuk fogunk majd szavazni, ha nem mi, akkor majd a következő nemzedék, hát ők fogják majd tovább vinni azt a világot, amelyet valójában mi csak azért kaptunk, hogy megőrizzük az ő számukra, az agressziót, így lehet a gyerekekbe leanulálni, egész kicsi korban, mondjuk már óvodás korban el kell kezdeni ezt, hogy egyik gyerek tényleg tisztelje a másik gyereket, hogy kölcsön kérheted a játékomat, és ha én akarom, akkor odadom neked, de légy szíves, ne vedd el. Majdnem minden óvodába eljuttatjuk a Miska Borjú filmeket, mert most már idején a 8 epizódot készítettünk el. Majdnem minden, sőt minden óvodában a gyerekeknek direkt belevetítjük, hogy ismerjék meg ezt a mesesorozatot. Ha a gyerek megismerkedik és megszereti az ő országában lévő állatfigurát, lásd Magyarországon a magyar gyerekek, gondolom, már most egyébként rajonganak a Miska Borjúé, Mariskáé, a Hippé Hoppé, az osztrákok meg rajonganak a kétfejű sasé, amit Wolfinak hívnak, a németek meg a Sumi, német juhász kutyái, most hagyd nem soroljam az egészet végig. Mindig új információt adunk a gyereknek, erőszakmentesen, mutatjuk be a világot. Gyakorlatilag más se csinálunk, mint a gyerekekkel a szülők együtt tanulnak. 8 epizódot elkészítettünk, és ezzel a 8 epizóddal mi feldolgoztuk Magyarországot, Ausztriát, Németországot, Belgiumot. 9. epizódtól a Miska Borjú kalandjai úgymond interaktívvá válik. Ami azt jelenti, hogy Miska Borjú és a már meglévő pajtásai, azok mindig olyan helyszínre, eseményre utaznak el, ahol valami történik. Feldolgozzuk Riói olimpiát, paralimpia, következik az Amerikai Egyesült Államokban az elnökválasztás, elnökválasztás után következik Haiti természetkatasztrófa, Kuba, utána jön Mexikó, Mexikó után jön vissza az Egyesült Államokban, onnan visszajönnek már az amerikai állatokkal együtt visszaérkeznek Európába, és Európába Dél-Franciaország dolgozódik fel, egészen Bretagne, Bordeaux, francia-spanyol határig, egészen a Bilbaóig, ott már várja a spanyol címerállat a fekete kis bika. Ezután, mikor ezt az utat megtették, akkor visszaérkeznek ide Kárpát-medencébe, következik a csíksomlyói búcsú, amit már említettem előzőleg, hogy egész Romániát feldolgozzuk, köztük a Erdélyt és a csíksomlyói búcsút, ott a címerállatunk az Ábel medve, és ezután készülünk a reformáció 500. évfordulójára. Már csak az hiányzik, hogy az ilyen kedves meghívásoknak tegyünk eleget, meg az ilyen kedves ország arcok és kollégák, akik szívügyüknek is tekintik, hogy kapjunk ilyen meghívásokat. Rox, tőled szeretném megkérdezni, hogy legközelebb hol láthatunk, mint énekest. Mint énekes, igen. Szokásos folytatni a zenei pályán, ugyanolyan mindig. Hát a legközelebb szerintem a Zalakarosban leszek, egy kicsit messze, de egy zenészek jönnek és járóba meghívnak mindenhol, szóval. Majd állítólag Valentinnap Pesten leszek, Kérdőben egy helyszín, majd azt fogunk közölni a rajongóim is. Hol leszek, készülök egy új lemez, amit már új tartalmú szükség lesz, készülünk valami új dal, és új videoklip, nyilván természetesen. Azok között remélem, hogy azt, amit csináltam addig 30 évben, nincs elfelejtve a rajongóimtól, és szeretnének tovább hagyni ez a olasz hangulat, ez a kicsit Olaszország, tovább itt Magyarországon. Én csak zárszóként, ha mondhatok valamit, nagyon szerénykedett Erosz barátom,
Természetesen a következő forgatások helyszínére, lásd Mexikó, Kuba, hát ezeket ő szerényen nem említette meg, de ahol Miska Borjúnak a következő előkészítő forgatásai lesznek, hát ő az olasz dalokat ott is el fogja énekelni. Presidente, c'è una donna dell'est che cerchi a Budapest. Occhi di serpente, all'hotel presidente, vivi solo il tuo tempo, non hai che un momento.